Ez a Pápavárosi Televízió híradója kedden, köszöntöm nézőinket! A magyar cigány együttélés kérdései pápán címmel tartanak fórumot holnap délután 2 órától városunkban. Erről adott ma tájékoztatást dr. Áldozó Tamás polgármester. A program nyilvános lesz, arra bármely pápai polgárt várnak, hangsúlyozta a városvezető. Dr. Áldozó Tamás a sajtótájékoztató elején úgy nyilatkozott, már többször elmondta, hogy a magyar cigány együttélés kérdéseiről kész konzultációt folytatni a Jobbikkal, ugyanakkor azt tartja szerencsésnek, ha a konzultáción jelen vannak mindkét közösség képviselői. Engem meglepett, hogy a pápai cigány kisebbség önkormányzat 2-1 szavazattal úgy döntött, hogy nem vesznek részt a tervezett konzultáción. Én azt hiszem, hogy ezzel azt a hibát követik el, hogy üresre hagynak egy olyan széket, amely számukra fel lett kínálva, és ami alkalmat adott volna arra, hogy az álláspontjukat kifejtsék. Pápa polgármestere azt reméli, hogy a holnap délutáni fórumon sok szempontú megközelítésben beszélhetnek majd a többségi és kisebbségi közösség együttélésének kérdéseiről és problémáiról. Szeretném azt elmondani, hogy mi 3 napi rendet javasolunk meghallgatni, megtárgyalni, de természetesen, mivel ez egy nyílt fórum, nyitottak vagyunk arra, hogy bármely más kérdést megtárgyalásra javasoljanak a többi résztvevők. 2 pályázat bemutatását javasolja a holnapi programon az önkormányzat, egyik a megyei rendőrfőkapitányság projektje, melyben együttműködő partnerként szerepel a pápai önkormányzat és a cigány nemzetiségi önkormányzat is. A projekt célja a Rigó lakótelepi problémák megoldására javaslatok kidolgozása, s ezek átültetése a gyakorlatba. Illetve benyújtás előtt áll egy másik pályázat, ez a Komplex Humán Szolgáltatás Hozzáférés Biztosítása című pályázat, és az önkormányzat ezt a pályázatot készítette elő abból a célból, hogy a Rigó lakótelepen valamennyünk számára várt változások induljanak meg. Harmadik javasolt napirendi pontként pedig a pápai közbiztonság helyzetéről fogunk tájékoztatót hallani. Azt remélem, hogy tényszerű, pontos tájékoztató lesz. A város polgármestere elmondta, meglepődött azon, hogy a pápai cigány nemzetiségi önkormányzat elutasította a Jobbik által kezdeményezett konzultáción való részvételt, de bízik abban, hogy lesznek olyan cigány szervezetek, amelyek számára fontos, hogy a megindulni látszó folyamatok megállításában részt vegyenek, mert a jelek szerint az Kozák János számára nem lényeges. A város számára a békés együttélés a fontos, mást nem akarnak és nem is tudnak elfogadni, és elutasítanak minden vonulást, megfélemlítést és hangulatkeltést, hangsúlyozta dr. Áldozó Tamás a sajtótájékoztatón. Barokk táncosok és zászlóforgatók, barokk kort idéző tárgyak tárlata, ötletbörzet, legyezőkészítés, süteményvásár, táncház és tűzzsonglőrök várták tegnap délután az Erkel iskola 4. és 5. osztályos diákjait. A barokk időutazás célja az volt, hogy a gyerekeket megismertessék a Barokk Cimborák klubjának tevékenységével, és újabb diákokkal szerettessék meg a barokk táncokat és a zászlóforgatás tudományát. A főként erkeles gyerekekből álló Barokk Cimborák klubja újabb tagokat vár soraiba. Többek között ezt a célt szolgálta a barokk időutazás. A Barokk Cimboráknak az első összejövetele itt van az Erkelben, hiszen a Barokk Cimborák zömében erkelesek még, és úgy gondoltuk, hogy a 4.-5. évfolyamunk annyira fogékony és olyan ügyesek, hogy megnyerhetők lennének egy barokk táncsoportbeli toborzóra, illetve zászlóforgatók közé néhányan bizonyára beállnának. Igazából azért gondoltam ki itt a tanév kezdés elején ezt a rendezvényt, hiszen most döntenek a szülők és a gyerekek is arról, hogy milyen szakkörökbe menjenek, és nyitott a szakkörünk, szeretettel várjuk a gyerekeket. A barokk cimborákra nem csak a tánccsoportban és a zászlóforgatók között számítanak az Eszterházi kastélyt üzemeltető pápai platánnál. Azt szeretnék, hogy aktív részesei legyenek a kastély életének. Egy gyermek bázis lenne a kastélyban, és ezek a gyerekek részt vesznek a kastély életében, nem csak azzal, hogy fellépnek, tehát hogy előadják ezeket a táncokat, zászlóforgatást, hanem
hanem a szervezésében, tehát a rendezvények szervezésében is szeretnék őket bevonni. Biztos vagyok abban, hogy rengeteg ötletük lesz, mert nagyon kreatívak a gyerekek, csak meg kell őket hallgatni. Az évad nyitó programon a gyerekek élménybeszámolót hallhattak a barokk cimborák eddigi tevékenységéről. Körlegyezőt készítettek, barokk motívumokat rajzoltak, szüleik segítségével süteményvásárral elevenítették fel a barokk lakomák bőségét, és táncházban tanulták meg a barokk táncok alaplépéseit. A ruhák nagyon szépek voltak, és a táncuk is nagyon jó volt, és a zászlóforgatás is nagyon tetszik. Még gondolkodni fogok róla, hogy lehet járni szeretnék. Erre a barokkos táncra. Az este fénypontja a tűzzsonglőr bemutató volt. A barokk szakkörökön ugyanis ennek az alapjaival is szeretnék megismertetni a gyerekeket. Néhány éves hagyománya van már Borsos-Győrön a szüreti felvonulásnak, melynek szervezéséből a falu apraja nagyja kiveszi a részét. A városrész mindent elkövet annak érdekében, hogy különféle programokkal kovácsolja össze a falu közösségét. A szüreti mulatság is éppen ezt a célt szolgálta. Csikósok, fogatok, lovasok és népviseletbe öltözött falubeliek vonultak végig Borsos-Győr utcáin, s megmegálltak az ízletes borokat, pálinkákat, cicegét vagy éppen más finomságokat kínáló helyiek portája előtt. Így ünnepelték a szüret kezdetét a borsos-győriek. A dalokkal kísért felvonuláson a vidám csapat műsorral köszöntötte a vendéglátókat. Volt ének és tánc, na és persze ami a szüreti napot is végig kísérte, kitűnő hangulat. Szemeimet rá sem merem vetni, fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni. Máté István, a településrész önkormányzatának elnöke elmondta, mindig igyekeznek lehetőséget teremteni a falu közössége számára a találkozásra. Rendszeresen megszervezik az ünnepségeket, jó hangulatban telik a falunap, a búcsúi rendezvény és a szüreti mulatság sem maradhat ki a sorból. Amikor tudjuk, akkor összehozok az embereket, és ahogy a hátam mögött is látszik, próbáljuk mindig jobban belevonni a kis korosztályokat, a fiatalokat, amit a műfáz vezetőnek ezettől is megköszönök, hisz valójában majd ők viszik valamikor tovább ezeket a úgymond hagyományává dolgokat. A szüreti felvonulást már harmadszor rendezték meg a település részen nagy sikerrel. A faluban körülbelül 20 gazda termeszt szőlőt kertjében, és még a végeredmény bemutatására is lehetőségük nyílik, hiszen már 14 éve zajlik borverseny a területen. Gyakorlatilag van nekünk egy borbaráti körünk, ami már működik. 14. alkalommal tartjuk meg a borversenyünket minden január utolsó hétvégéjén, és a helyi boros gazdák hozzák el a boraikat. Itt a kiskertekben is mindig jobb borokat csinálunk most már, és örömmel tesszük gyakorlatilag ezt az egészet, és ez ahhoz kapcsolódik gyakorlatilag ez a rendezvény. Markovics Jenő, ahogy a helyiek nevezik, hegybíró érdeklődésünkre elmondta, a borsos-győri területeken jobbára a vörös szőlőnek kedvez a talaj, a helyi gazdák kerti borai ízletesek szoktak lenni. Az idei termés az nagyon jó minőségi termés lesz, mennyiségben valószínű kevesebb lesz, mint a tavalyi vagy az előtte években, ami volt. Reménykedünk, hogy nagyon jó kis bort fogunk tudni csinálni belőle. A szüreti felvonulás az egyik presszónál ért véget. Ott kezdődött csak az igazi mulatság, szüreti bál hajnalig. A pápai Kálvária templom védőszentje a fájdalmas szűzanya. Az ő ünnepe szeptember 15-én van, így ezen a napon tartották a búcsú ünnepet. Így a hívek szombat délután rózsafüzér körmeneten és szentmisén köszöntötték a hét fájdalmú szűzanyát. A Kálvária templomhoz szorosan hozzátartozik a Golgota is, illetve talán megfordíthatnánk a sort, hisz a Golgotát avatták először. 1740-ben határozták el a városnak a rózsafüzér társulatai egy Mokkos József nevű atya vezetésével, hogy itt egy Kálváriát építenek. És el is kezdték a munkálatokat, miután Eszterházy Ferenc gróf területet adott nekik. Ez egy mesterséges domb volt, amikor 300 kocsi is hordta ide a földet, és aztán így alakult ki ez a Golgota, amelyet aztán 1754-ben föl is szenteltek. Ahogy az apát plébános elmondta, ezen a területen először a temetőt alakították ki, utána jött a Golgota, végül a templom felszentelése.
hogy a templomot mikor építették, arra nézve pontos adat nincsen. A valószínűsíthető évszám 1795. A templomot már Eszterházy Károly püspök építette. Valószínűleg az a gyanúm, és talán erre utalások is vannak, abból az anyagból épült, ami megmaradt a nagy templom építkezésénél. Ez a templom olyan barokk formájú templom, mint a nagy templom, három kupolával és hasonló szerkezettel. Valószínűleg a templomot Fellner Jakab tervezte. A templomhoz vezető utcában egy öt stációból álló keresztút is van. Ez a keresztút azonban nem a hagyományos 14 stációs keresztút, hanem a fájdalmas rózsafüzér öt titkát tárja fel, mondta az apát plébános. A rózsafüzér után 18 órakor kezdődött az ünnepi szentmise a templomban, melyet Mail József apát plébános celebrált. Orgona szó az Eszterházy kastélyban címmel szervezett koncertsorozatot Varga Zoltán orgonaművész, a Bartók Béla zeneiskola tanára. Az első hangverseny szeptember 14-én volt, de akik lemaradtak a fenséges szép alkalomról, két koncert során még bepótolhatják. A program ingyenes, a cél az orgona muzsika népszerűsítése. A szervező Varga Zoltán orgona művész Pápaváros önkormányzatát kereste meg azzal a kéréssel, hogy szeretne orgona koncertsorozatot szervezni a városban. Az önkormányzat támogatta az ötlet megvalósítását. Varga Zoltán a Bartók Béla Zeneiskola orgona és zongora tanára. Az orgona tanszak idén indult. Varga Zoltán szeretné, ha minél többen választanák ezt a hangszert. Ő maga 7 éves kora óta foglalkozik zenével, és 13 éves kora óta orgonál. Érdekes, hogy régen még magát a hangszert szerettem nagyon, hiszen ugye sok sípja van, sokféle hangzása van, akár egy nagy zenekart is képes helyettesíteni. Most már igazából nem annyira hangszert szeretem, hanem inkább a zenét, tehát most már inkább nyitok más hangszerek fele is, például most egyre többet zongorázom az iskolában például, de a hangszer maga nyilván kisgyerekként azért fogott meg, mert hogy különleges, sok klaviatúra van rajta, pedál. A hangverseny vendége Gesztesi Tóth László volt, aki saját orgonáját is elhozta az alkalomra. A modern hangszer egy szoftver segítségével működik, mely egy nemzetközi összefogásnak köszönhető. Elkezdtek műemlék orgonákat Európa szerte restaurálni, és ugye előbb-utóbb ahhoz jutottak, hogy a fa részeket gyönyörűen meg tudják munkálni. Mindent vissza lehet állítani eredeti helyére, de mi van a hanggal? És arra jutottak, hogy ezek a hangot és a meglévő hangot, ezt meg kell őrizni. És ezeket az orgonákat, ezeket a gyönyörű műemlék orgonákat hangról hangra, sípról sípra felvették, digitalizálták, és ezeket ma az UNESCO támogatása alatt őrzik. Ám ezt az értékes anyagot közkincsé tették, a szoftver segítségével az Eszterházy kastély egykori kápolnájában megszólalt például egy Németország és egy franciaországi orgona hangja is. A koncert sorozat szombaton 18 órakor folytatódik, akkor Ruppert István és Hontvári Csaba barokk kamarazenével lepik meg a közönséget, szeptember 28-án pedig Pál Úr János orgonaművész lesz a vendég. Öt alkalomból álló hangversenysorozatra várták a nyáron a zenekedvelő közönséget a Ferences templomba. A szervezők idén is törekedtek arra, hogy pápai kötődésű fellépőket hívjanak, és ezúttal bibliai témájú zeneművekből álló koncertek szólaltak meg a barokk templomban. A hangverseny sorozat utolsó koncertjét vasárnap tartották, melyen Barokk Biblia címmel 4 fiatal előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Barokk fagot, barokk fuvola, csemballó, furúja hangja és énekszó töltötte be a Ferences templomot vasárnap este. A Barokk Biblia című hangversenyt 4 a Lipcsei Zeneművészeti Egyetemen tanuló fiatal hozta el a zenekedvelő pápaiaknak. A kis csapat egyik tagja a Tür István gimnázium diákja volt, zenélni pedig a Bartók Béla zeneiskolában tanult. Először Vácon voltam egy évig konzervatóriumban, utána technikai megfontolásokból Szombathelyre kerültem, és Szombathelyről felvételiztem a Lipcsei Zeneművészeti Egyetemre, ahol felvettek, és a társaimmal együtt kint tanulunk magyarként, és már csak ezért is alakult össze egy nagyon jó csapat, mert hát magyarokint egy idegen országban nyilván nyelv miatt is, mentalitás miatt is hamar összekerültünk.
A négy művész növendék a barokk kor zenéjét választotta tanulmányai témájának. Többször adtak már koncertet Lipcsében, Magyarországon pedig Pápán és Gödöllőn léptek fel. Mindannyian barokk hangszerek kópiáin játszunk, tehát eredeti hangszereknek a másolatán. Én barokk fuvalázni és furujázni fogok, de fogunk még hallani barokk fagottot, csemballót, illetve éneket egy nagyon speciális barokk hangfajban, a kontratenor, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez egy női hangfaj, viszont egy férfi énekli. A hangversenyen barokk zeneszerzők bibliai témájú darabjai csendültek fel, melyeket bibliai idézetek egészítettek ki. Elkezdjük Jézus halálával, a Via Dolorosa. Ez az az út, amin Jézus végigment a szenvedései során. Bemutatjuk Jézus halálát egy Bach darabbal, és szintén Bach darabbal fel is támasztjuk Jézust, és a végén még a mennybe menetelig is eljutunk. És az egészen Jézus szeretetét és Isten szeretetét szeretnénk mi emberek irányába kifejezni. Csernai Balázs káplán az idei hangverseny sorozat záró rendezvényén úgy fogalmazott, bár már nem újdonság, hogy a Barátok templomában koncertek vannak, mégis minden alkalommal szép számú zenekedvelő gyűlik össze, így tervezik, hogy jövőre is folytatják a 3 éve indult kezdeményezést. Fárasztó vagy szórakoztató, favic vagy derűs humor? Az abszurd humor műfaját mindenki besorolhatta maga valamelyik kategóriába, egészen pontosan a D-mollos változatát. D. Csaba és Molnár Zsolt által alapított színjátszó társulat ugyanis az angol humor klasszikusait alapul véve önálló előadásra várta a közönséget a színházteremben vasárnap este. Egy utolsó vacsora festmény, 12 tanítvánnyal, egy Krisztussal, kenguru nélkül. D. Csaba és Molnár Zsolt 2010-ben alapították a D-moll színjátszó társulatot, amely 8 taggal elkötelezte magát a szórakoztatás, ezen belül is az abszurd humor mellett. A vasárnap bemutatott előadás apró jelenetei az angol humor klasszikusaiból táplálkoztak. A társulat egyik alapító tagja elmondta, a jelenetekben mindenki megtalálja a számára aktuális mondanivalót. Az abszurd humor, hát az igazi angol klasszikus humor, hát ugye a hirtelen nem odaillő dolgok, teljesen más irányba elvívő dolgok vannak, hogy ebben az abszurd fogalmában. Hirtelen éles váltások, nem odaillő szavak, nem odaillő mondatok, ez a klasszikus abszurdnak a jelentése. Mi is próbálkoztunk ezt megőrizni, ennek a tükrében próbálni átalakítani ezeket a darabokat. Szerintem sikerült. De Csaba a jövőre vonatkozó tervei közül nem árult el egyebet, csak annyit, hogy a társulat mindenképpen marad a szórakoztatásnál. Maradunk a vidám műfajnál. Én úgy érzem, hogy az embereknek van elég sírnivalója az életben. A színházban nem sírni kell bejönni. D. Csaba hozzátette, ha a néző csak egy percre is elfelejti a mindennapok problémáit, nekik már megérte munkálkodni és tovább folytatni mindazt, amit a színpadon csinálnak. Holnap már jön az eső, az időjárási részletekkel néhány másodperc múlva jövünk vissza. Holnap nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, a déli óráktól egyre több felé várható eső, zápor, a Dunától keletre zivatar is kialakulhat. Kezdetben helyenként megélénkül a déli szél, majd délutántól a szél északnyugatira fordul, több felé megerősödik, a Dunántúlon pedig viharossá fokozódik. Hajnalban ezen a területen foltokban köd is képződhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig még eléri a 23-28 fokot, de északon már ennél hűvösebb is lehet. Kedves nézőink, híradónkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!